Bejó Pál a vendégünk a Polícia Agenda színeiben. Jó reggelt kívánok! És elkészült a szokásos gazdasági fejlődés index. Mi látszik idén? Hát úgy tűnik, hogy a elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az év elején azért kedvezőbb ez a gazdasági fejlődési index. Ugye ezt most már 5. éve számoljuk, egyed évenkénti mutató, és megnézzük a pénzügyi folyamatokat, a vállalati gazdálkodást és a háztartások gazdálkodását. Hát a pénzügyi folyamatok azok nem igazán kedvezőek, úgyhogy nyilvánvalóan, hogy érezhető az, hogy túladóztatott a banki szféra, meg hát jelenleg azért pénzügyi szférában voltak olyan kedvezőtlen folyamatok, események, amelyek a pénzügyi szektor iránti bizalmat azért csak megrengették. És ez miben látszik már a bizalomnak ez a megrengése? Hát ez például abban, hogy a monetáris agregátum alakulásában a készpénzforgalom például... Ami csoda, ne haragudjon, azt hiszem, hogy ez nem ártana nézőknek egy kicsit köznyelvűbben elmagyarázni. Igen, hát arról van szó ugye, hogy indikátorokkal mérjük azt például, hogy milyen a pénzkereslet alakulása, és jelenleg a készpénz iránti kereslet az megnőtt. Tehát azt jelenti, hogy szívesebben tartják otthon az emberek a pénzt, mint hogy berakják bankbetétbe például. Egyébként most jelent meg ugye más oldalról a pénzügyi elemzés arról, hogy milyen megtakarításokat végeznek a háztartások, és ebben az látszik, hogy megnőtt az állampapírok iránti kedve, a befektetési alapok iránti, viszont csökkent a sima bankbetétekben elhelyezett takarékosság. Inkább otthon tartják készpénzben az emberek a pénzt. Tehát ezt is mérjük ebben a gazdasági fejlődési indexben. Ez érdekes egyébként, mert hogy a brókerbotrányok kapcsán azért nem az derült ki, hogy a nagy bankok normál betéteivel van a probléma, hanem a kockázatosabb befektetésekkel. Így van, hát az is csökkent nyilvánvalóan. Az állampapírok iránti kereslet nőtt meg, érdekes módon, ugye ez már több mint 3000 milliárd forint megtakarítást jelent. Hát a készpénzforgalom az próbál a kormány elhatározása szerint azért szűkítve van, és igyekszik minden olyan lépést megtenni a kormányzat, hogy ez ne nőjön, de nő a készpénzforgalom, és ahogy mondom, az otthoni készpénztartás is feltehetően jelentősen megnőtt. Tehát ezt mutatja egyrészt ez az indikátor, másrészt nyilván látszik az, hogy a hitelezési folyamatok sem úgy alakulnak, ahogy igazán jó lenne a gazdaságnak. Nagyon régóta van arról szó, és ez az egyik sarkalatos pontja a bankszektor és a kormány közötti egyeztetéseknek is, hogy fel kéne lendíteni Magyarországon a hitelezést, és elsősorban a vállalati hitelezést, hogy beruházások legyenek. Ez így igaz. A vállalatok mégis úgy tűnik, hogy egyenlőre óckodnak, tartózkodnak a hitelfelvételtől. Tehát nem az a baj, hogy nem kapnának hitelt, hanem az, hogy nem is akarnak felvenni? Igen, a vállalatok beruházási hajlandósága elég alacsony. Ezt a konjunktúra felvételek, az üzleti bizalmi indexek más oldalról is alátámasztják egyébként. Igen, ez így van. Nincs ugyanis egy olyan meghatározó belső kereslet, ami meglendítené a vállalati hátgazdálkodás növekedését. Ami jelenleg van, az nyilván az exportpiaci konjunktúra, ami változatlan, és bár nem olyan ütemben, mint korábban, de az export feltehetően nőni fog. Ez egy kedvező rész nyilvánvalóan. És aztán az indexnek a másik része, ami háztartások gazdálkodására vonatkozik, abban látszik, hogy számítanak azért arra, hogy hát a fogyasztás az emelkedni fog kissé, ez nyilván a reál jövedelmek alakulásával van összefüggésben, a csökkenő inflációval vagy deflációval, tehát gyakorlatilag ugye tavaly nem is volt fogyasztói áremelkedés, ez látszik a fogyasztásban, és valószínűleg ebben az évben, 2015-ben ez változatlanul, ez a folyamat Ismét rájövedelem növekedésre lehet számítani? Igen, hát nem olyan mértékben, mint tavaly, de úgy tűnik, hogy igen. Nyilvánvalóan azért az adókörnyezet, az adóváltoztatások hatása az elég egyértelmű. Tehát az, hogy a személyi jövedelemadó ilyen alacsony, ez a 16% az azért azt jelzi, hogy a gyakorlatilag 0%-os infláció mellett azért a
lakossági fogyasztás az bővülhet. Azt is írják viszont a háztartásokról, hogy szélsőségesen differenciált a helyzetük. És igen, hogy egyre inkább az lesz. Igen, hát ugye a statisztika az egy nagyon izgalmas dolog, mert átlagokat mutat általában, bár van rá lehetőség nyilván, hogy bemutassuk a szélső értékeket is, és hát erről sok szó talán nem esik, de nyilvánvalóan ez egy politikailag érzékeny dolog, hiszen a szegénység nagysága, növekedés az egy elég meghatározó dolog Magyarországon. A magas jövedelműek számára egyértelműen kedvezők nyilvánvalóan az adóváltoztatások, az adóhatások, azok az ő fogyasztásukat növeli meg alapvetően, és ezért mondtuk azt, hogy differenciált, hiszen a megtakarítások sem az alacsony jövedelmű háztartásoknak a jellemzője, hanem kifejezetten a magas jövedelmű háztartásoké. Közben a kormány bemutatott egy konvergencia programot, amiben nagyon optimista számok vannak az Európai Unió és az nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek ránk vonatkozó becsléseinél jobbak. Ön mit gondol erről? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt év kedvező GDP növekedése, ugye ez a 3,6%-os volumen növekedés, ez végül is tényleg az Unió második legjobb eredménye volt. Ez megalapoz bizonyos bizalmat, és tényleg úgy tűnik, hogy a gazdaság megnyugodott, és a válságon túl jutottunk. Ha a számok mögé nézünk, persze az látszik, hogy ezzel a tavalyi GDP növekedéssel végül is a 2008-as szintet sikerült elérnünk. Tehát a válság előtti szintén vagyunk pont. Ami nem egy jó helyzet, hiszen a velünk együtt rendszert váltó országokban 5-15% növekedés, fejlődés történt 2008-hoz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a 90-es évek elejé magyarországi nagyon jó, intenzív növekedés megakadt, és hát megelőztek minket ezek a visegrádi országok. Hát ugye volt egy nagyon jelentős gazdaságpolitikai változás 1990 után, amikor leépült az állami szektor, több mint 1 millió ember ugye kikerült az utcára, már ez megbillentette akkor a GDP termelésünket. Mert a környező országokban ugyanezek a társadalmi hatások? Nem és ugyanígy zajlottak le, nem jóval lassabban zajlottak le, nem volt egy ilyen nagyon gyorsan megvalósuló szabad tőkeáramlás, nem nyitották meg ennyire a pénzpiacaikat, tőkepiacaikat, mi nem folytatták le ennyire gyorsan a privatizációt, mint ahogy ez Magyarországon történt, és ezek később kedvezővé váltak. Ugye most küzdünk azért néhány dologgal, hiszen azért a külföldi tulajdonú vállalkozások részaránya az elég jelentős Magyarországon, és hát igaz lehet azért az, hogy a GDP egynegyedét, vagy még többet termelő külföldi tulajdonú vállalatok azért hát okozzák a magyarországi bérszínvonal. Igen, hát hogy finoman fogalmazok, nyilván a magyarországi bérszínvonal alakulása az ennek a részbeni oka. Mert hogyha ezek magyar tulajdonú vállalkozások lennének, akkor jobb béreket fizetnének? Hát valószínű, hogy máshogy alakulna a magyarországi átlagos bérszínvonal. Ez érdekes, amit mond, miért? Ugye a magyarországi adózási környezet is lehetővé teszi azt, hogy a Magyarországon működő leányvállalatok azok a transferárakon és a különböző adózási lehetőségeken társasági adó kedvezőbb magyarországi szintjét ennek okából nyereségesebbek, mint hogyha az anyavállalat országában működnének. Ugye a profit viszont az kiegyenlítődik, tehát ugyanazt a profitot megtermelik, mert a nemzetközi piacon egy Mercedes gépkocsi ugyanannyiba kerül, akár Magyarországon állították elő, akár Németországban. Igen, de érdekes, amit mond abból a szempontból, és ezt még mindig nem értem, hogy miért fizetnének jobb béreket magyar tulajdonú vállalkozások, ahol a magyar tulajdonosnak szintén az lenne feltehetően az érdeke, hogy minél több profitot megtartson magának, mint amennyit a külföldi tulajdonúak fizetnek, amelyekről azt gondoljuk, mondjuk egy Mercedes gyár esetében, hogy alapvetően versenyképesebbek, tehát hatékonyabban tudnak gyártani és eladni a világban
világban, mondjuk, mint ami kezdenénk autót gyártani, tehát hogy ezzel a magyar munkavállalók jobban járnak, mégis azért is érdekes ez, amit most itt elkezdtünk voncolgatni, mert hogy arról mindig szó van, hogy a magyar bérek annyira alacsonyak, hogy dolgozói szegénység van, és a minimál bér sincsen sehol a létminimumhoz képest. Igen, ez teljesen így van. Egyszerűen a magyar átlagos bérszínvonal és fogyasztói árszínvonal is átlagosan alacsonyabb nyilván, mint a fejlett országokban. A külföldi tőke export pedig azért folyik ez a globalizációs folyamatban, a külföldi tőke kivitel célja pontosan a magasabb profitszerzés. Tehát azért hozzák ide a tőkét, mert itt jobban kamatozik, nagyobb hozam érhető el, és ez akár a külkereskedelemben, akár a konkrét vállalati termelésben nyilvánul meg, ez a hatás az érvényesül. Őszintén szóval nem gondoltam, hogy ide fogunk kiukadni, amikor a gazdasági fejlődésindexről elkezdtünk beszélgetni, de akkor ez nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor politikájának ebben a részében ezek szerint ön szerint is van ráció, hogy a multinacionális tőkét kijebb szorítani az országból, mert hogy akkor lesz majd a magyar embereknek jobb, magasabb fizetésük, hogyha több lesz a helyi vállalkozás? Ez nyilván így, ilyen formában nem igaz. Tehát erről az oldalról ezt nem szabad megközelíteni, én úgy gondolom. Pedig amit eddig mondott, az nagyon egyszerűen lefordítható erre. Hát az élet az nem fekete-fehér, hanem színes, én úgy gondolom. És azzal, hogy itt vannak a külföldi cégek, ezzel behoztak egy nagyon komoly termelési technikát, lehetőséget adtak arra, hogy magyar foglalkoztatottság bővüljön. De most a Fidesz kormány is láthatóan úgy gondolja, hogy köszönik szépen a behozott technikát, meg mindazt, amit eddig ezek a multinacionális cégek jelentettek az országban, csak most lenne jó, hogyha kicsit kijebb fáradnának, és kicsit több lenne a magyar tulajdon. Igen, ez egy izgalmas dolog, ugye, de ennek nagyon sok minden összetevője lehet. Ugye itt a bankrendszerre is rátérhetünk arra, hogy a bankrendszer tulajdonviszonyai milyenek, és úgy gondolom, hogy a kapitalizmus építése folyamán a magán tulajdonnak a szentsége, a megléte az elsődleges dolog, és az államnak nem kéne beavatkozni nyilván azokba a folyamatokba, amelyeket a piac képes kezelni, tehát az állami tulajdon részarányának a növelése az egyáltalán nem hasznos dolog, úgy gondolom. Azon kívül pedig nyilvánvaló, hogy miután az egységes közös piac tagjai vagyunk, itt egy egységes piac van, egységes szabad tőkeáramlás, tehát az, hogy kiszorítani a külföldi vállalatokat, eznek nincs létjogosultsága, ez nem megy nyilvánvalóan. A magyar vállalatok is mehetnek külföldre, a magyar tőke is áramolhat külföldre, tehát ez egy ilyen sajátos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm szépen.